Na hát szép napot kívánok! Arra gondoltam, hogy ma a Hurokról fogok beszélni, már csak azért is, mert 2014. április 15-e van, és tegnap 14-én volt a hivatalos premierje ennek a filmnek, és van némi kis személyes érintettségem a dologban. Na, egyébként nem sok, tehát nem volt effektív közöm a filmhez, annyi a történet, hogy én tavaly decemberben valamikor, most a dátumot pontosan nem tudom megmondani, voltam egy tesztvetítésen Laurával együtt, ahol mutatták ezt a filmet, ahol mindenféle titoktartási nyilatkozatot kellett előtte aláírni, meg telefonokat elvették, meg minden hasonló, ami ilyenkor szokott történni, és aláíratták velünk, hogy nem lehet a filmről beszélni, úgyhogy nyilvánosan, úgyhogy sem véleményt mondani, sem semmi, úgyhogy ezt nem is tettem meg eddig, viszont most, hogy így megjelent a film, most már lehet. Úgyhogy egyedül egyetlen egy kivételt tettem ezzel, Twitteren írtam, hogy láttam a filmet, de nem mondhatok róla a véleményt, és rám írta Madarász Isti, a filmnek az írója és rendezője, hogy na azért már mégiscsak neki azért csak lehet róla tudni, és akkor írtam neki, hogy nekem mennyire tetszett, meg hogy mennyire érdekes volt, mennyire jó volt, meg minden, és ő ennek nagyon örült, és akkor így beszélgettünk egy kicsit, úgyhogy az Isti tök jó arc volt. És innét kezdődött az, hogy elkezdtem egyáltalán utána nézni a filmnek a sztoriának, egyáltalán az Istinek, hogy kicsoda a Madarász Isti, egyébként nem Madarász István, hanem Madarász Isti, azért, mert ő az apja, az apukáját, azt hiszem, ugyanígy hívták, és azt szerették volna, hogy ifja Madarász István legyen, de ő inkább úgy így oldotta meg a dolgot, hogy legyen különbség, hogy Madarász Isti, és nem egyenlő a Madarász Ivánnal, bár neki tulajdonítanak zenéket, ő Kossuth-díjas zeneszerző, azt hiszem, de nem, tehát IMDb-n is el van írva, hogy zenét is szerzett, nem, ez az nem ő. Zárója bezárva. Szóval innét van a kis minimális személyes kötődésem a dologhoz, és nagyon jó volt látni, mert hogy tegnap elmentünk ugye a premierre, és nagyon jó volt látni, hogy alakítottak a filmen rendesen, tehát akkor még nem volt 100%-os a film, szerintem olyan 98%-os volt, akkor még némi hangkeverés volt hátra, meg voltak jelentek, ami volt egyetlen egy jelent, ami biztos, hogy nem volt benne, amit nem véletlenül hagytak, vagy nem véletlenül került bele mégis vissza, mert nyilván le volt forgatva, ugyanis a filmnek az alapötlete, tehát sokan, na mindegy, ezt majd később. Szóval volt egy jelent, ami biztos, hogy nem volt benne, már csak azért is, mert emlékszem, hogy Launak nem volt érthető, és így utólag magyarázni kellett neki valamit, viszont most, hogy belekerült gyakorlatilag kettő mondat, tehát a maga jelenet nagyon fasza volt, és kettő mondat hangzott el összesen benne, viszont az, ha valaki nem teljesen követte a dolgot, az egy kicsit átütő erejű volt, meg megvilágosító erejű volt, hogy most mégis mi a fasz történik a vásznon. Úgyhogy az a jelenet szerintem egy picit kell azoknak, akik nem szeretnének mondjuk két nap múlva felülni, hogy bazd meg, értem, úgyhogy ezért kellett. Na de úgy visszakanyarodva a filmről, tehát hogy a Huroknak sokan úgy gondolják, hogy Isti nyúlta a nevét. Na most a filmnek a neve, én úgy tudom, és mondom, megnéztem az elmúlt 4-5 évből az Istivel készült összes riportot, interjút, podcastet, mindent, és nekem úgy rémlik, hogy a filmnek az alapcíme már körülbelül 10 éve megvan, legalábbis azt hiszem, hogy 10 éve megvan az Isti fejében biztosan, 5 éve legalább beszél róla mindenhol, és már beszél róla, hogy majd egyszer filmje lesz, 2 éve le van forgatva a film, tehát azóta kijöttek hasonló tematikájú filmek, mert egyébként ez egy nem időutazós, hanem egy úgynevezett időkavarós film, tehát én ezt úgy szoktam interpretálni, hogy gyakorlatilag párhuzamos történés szálak vannak, vagy lehetőségek, vagy minta. Még legjobban valahol azt mondanám, hogy nem a visszajövőben, bár egyébként az Isti utal erre a filmbe, hogy hol azt fejtsétek meg. Rendszám. De mondjuk a pillangóhatáshoz hasonlítám legjobban, hogy van egy eseményszál,
ahol, és ilyen játék, mint egy marionett bábú, hogy itt húzom meg, akkor ez történik vele, ott húzom meg, az történik vele, úgyhogy változnak a különböző, tehát az alapcselekmény megvan, különböző megvilágításokból nézi meg a fő karakter, akit Ádámnak hívnak egyébként, és a Száraz Dénes alakítja, tehát különböző aspektusokból látja a történéseket, különböző módosításokat tud csinálni a cselekményben, és akkor változik a végkimenetel, vagy nem változik, és teljesen ugyanaz történik. Szóval egy párhuzamos esemény szálak vannak, és újra, és újra, és újra, és újra történnek az események. Ezért ez maga a hurok, tehát ez maga egyébként a Möbiusra utal, ami ugye így visszakanyarodik önmagába. És ezért egyébként végtelenül izgalmas, és nagyon, nagyon érezni rajta, hogy egyrészt jól át van gondolva, tehát nem az van, hogy itt a végére majd beböffentünk valamit, és akkor így akkor majd a néző fantáziájára bízzuk, tehát hogy nem követték el ezt, hanem el van kezdve a történet, el van mesélve, megnyugtató végkifejlete van, le van zárva, nagyon szépen van forgatva, tehát nagyon, nagyon szép vágóképek vannak benne, meg tényleg, tehát hogy néha kicsit ilyen kicsit túl idealisztikus is, de szerintem az Isti az ilyen idealisztikus srác, úgyhogy ez így belefér, de hogy nem, mindegy, nem spoilerezek, de hogy van egy-két olyan jelenet, amire így nem értettem, hogy ezek az események után hogy lehetett egy ilyet betenni, mert nem logikailag, hanem úgy, hogy hatásában számomra voltak olyan jelentek, amik nem illettek oda, de szerintem ez egyébként semmit nem vesz le a filmnek az értékéből. Az a szép az egészben, hogy maga a történet univerzális, tehát bárhol játszódhat, nincs sehol jelezve az, hogy ez hol játszódik. Igen, tehát hogy nincs kiemelve, hogy ez most Budapesten játszik, bár egyébként Budapesten játszódik. Ez amiben, ha jól láttam, a harmadik kerületben. A város így CGI-jal el van rejtve, a kórháznak csak simán hospitál felirata van, tehát így semmi, semmi, semmi Budapestre utalás még csak véletlenül sincs benne. Az az érdekes még benne, hogy így, vagy hát a jó igazából benne, hogy van benne karakterfejlődés, ami azért egy alap egy filmen, de a nagyon sok magyar filmen ez nem szokott megtörténni, és én nem foglalkozom egyébként filmelemzésekkel, vagy semmi ilyesmivel, de fontos, hogy egy történet, tehát hogy a párhuzamos történet szálakon keresztül fejlődik az alapkarakter, tehát más lesz az elején, mint aki a végén volt nyilván, és ugye ez az egésznek a célja. És az Istinek is ezt belengedtem, hogy kicsit olyan érzésem van, mint a poligamival kapcsolatban. Mondta, hogy azért ez már közelít a sértéshez. De tehát, hogy a poligamnak ugye teljesen más volt a tematikája, de ott is az alaptörténet az az volt, hogy a történet elején kiderült, hogy ott nem emlékszem, hogy hívták a főszereplőt, de mindegy, tehát a Csányi játszott, és ott kiderült, hogy a felesége terhes, és itt is ugye ezzel az alapfelütéssel kezdődik a történet. És a teljes történet szála a végén az egészben szerintem, legalábbis az én olvasatomban arra vezet, hogy hogyan formálja át magában ezt a dolgot a főszereplő, tehát hogy hogyan fogadja el azt, hogy most nagyot fog vele fordulni a világ, hogy ő most apa lesz, hogy mostantól minden más lesz, mint eddig. Szerintem alapvetően erről szól a film, és ez van az egész máz mögött. Aztán, hogy mi maga a máz és mi a sztori, azért érdemes elmenni a moziba, mert szerintem igen nagyon jó. Lehet rajta érezni azt, hogy olyan emberek csinálták, akik szeretik a jó filmeket, szeretik a közönségfilmeket, tehát nem egy művészfilm, még véletlenül sem, de nem gagyi, tehát nem egy Dr. Szöszi, vagy nem a magyar Dr. Szöszi az Állampondnál, tehát hogy egy jó film, és szerintem is egy jó film. Amilyen kritikákat olvastam róla, mindenhol ezt írták, volt egy nagyon izzadságszagú, indexes írás róla, hogy a világszínvonalú magyar thriller készült,
Azt ott már nagyon erősnek éreztem. Tehát ott lehet, hogy ott valaki ott nagyon zsebben nyúlt, és nagyon fizetett azért a kritikáért. Tehát az annyira durva volt, hogy az szinte, mint a 10-ből 10-es film készült, vagy valami ilyesmi lett volna, ez nem volt igaz. Viszont azt hiszem a Smoking Barrel azon lejött egy kritika róla, ami 10-ből 7 és felet adott neki. Nem rossz. Tehát, hogy valahol én is itt érzem, hogy a 7,5-8 a 10-ből az abszolút vállalható és reális a filmmel kapcsolatban, úgyhogy mindenképpen tényleg ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg a filmet. Gondoltam, hogy ezt még azért így elmondom. Ja, úgyhogy szerintem én a Hurokra alapvetően ennyit szerettem volna. Premier hét van, a mozik biztos, hogy vetítik. Szerintem az ország legtöbb nagyvárosában, mindenhol az összes Cinema City-ben, úgyhogy menjetek el és nézzétek meg, mert szerintem a Hurok egy jó és tényleg érdemes megnézni. Egy biztos, hogy én meg fogom venni majd, hogyha kijön DVD, mert bár már kétszer láttam adott újat, és nem csak azért, mert hogy került vele egy darab új jelenet, hanem mert még több dolgot megértettem benne, hogy így szokott ez lenni a gondolkodtató filmeknél, és alapvetően ez inkább gondolkodtató, mint szórakoztató, bár egyébként szórakoztatónak sem rossz. Jó néhányszor felnevettünk, volt jó néhány vicces jelent az egészben, de igen, tehát alapvetően inkább a mentális képességeket, még csak azt sem mondom, hogy próbára teszi, de gondolkodtat. Úgyhogy ezért is érdemes ezt a filmet megnézni. Mindegy, nem szaporítom tovább a szót. Ennyit szerettem volna a Hurokról. Sziasztok!